Az értelmiszolgáltatás. Virágzik a Pécsi Botanikus Kert, trópusi növények télen. Futással zárták az évet a PBSK fiatal kosarasai. Köszöntöm nézőinket, Önök a Pécs TV híradóját látják január 3-án kedden. Tartsanak velünk! A siklósi rendőrkapitányságon megszüntették a jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezelés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen zajlott nyomozást, amely során azt vizsgálták, jogszerűen adott-e kölcsönt a tettje forrását ZRT, az akkor még önkormányzati tulajdonban állt Ledina Kft.-nek, közölte a pécsiújság.hu. A nyomozás a Zsolnai Porcelán Manufaktúra ZRT cégvezetője és egy magánszemély feljelentését követően indult el, mivel a tettje forrását ZRT 30 millió forint kölcsönt adott az akkor még városi tulajdonban állt Ledina Kft.-nek. Végül megállapították, hogy mivel a két cégnek azonos volt a tulajdonosa, a hitelhez nem kellett a pénzügyi felügyelet engedélye. Ugyancsak kiderült az is, hogy a Ledina kamatokkal együtt visszafizette a pénzt. A vendéglátóipari egységre akkor vonatkozik idén januártól a 18%-os áfa kulcs, ha szolgáltatást nyújtanak, nem pedig termékeket értékesítenek. A szolgáltatás nyújtás itt szalvétát, evőeszköz, takarítást, helyben készült ételeket és nem alkoholos italokat jelent, mindez pedig éttermi vagy vendéglátóipari szolgáltatás keretében. Így januártól nem lehet 18%-os áfával számolni, ha az ételt, italt a vendég elvitelre kéri, vagy azt házhoz szállítják. A pecsenyes sütők, a lángososok és büfékocsisok számára is marad a 27%-os áfakulcs, csak úgy, mint az iskolai közétkeztetésnél, vagy a munkahelyi étkezőkben. Utóbbiak ugyanis közétkeztetésnek számítanak, nem pedig éttermi szolgáltatásnak. 2017. január 1-től életbe lépő változás értelmezéséhez segítséget nyújt a hivatal honlapján megjelent részletes tájékoztató. A félreértések elkerülése érdekében célszerű ezt a tájékoztatót áttanulmányozni. Mintegy 320 millió forintot nyert Pécs a Siklósi úti óvoda fejlesztésére és a Törpike bölcsöde Siklósi útra történő költöztetésére, tájékoztatott Őri László alpolgármester. A kertvárosban megvalósuló fejlesztés a város által 2016 tavaszán indított óvoda és bölcsöde felújítás része. A fejlesztés során az északi épületet elbontják, ezáltal az óvodai kert kibővül és a szükséges parkolók is biztonságosan kialakíthatók. Az épület földszintjét kibővítik, ezáltal helyet ad a bölcsöde funkciójának. Az óvoda saját tornaszobát kap, valamint az északi részen saját kertet és udvarkapcsolatot alakítanak ki a gyerekek számára. Az épület földszinti részére költözik a Varga Damján úti bölcsöde 5 csoportja. Januárban is várja a látogatókat a PTE botanikus kertje, ráadásul ebben a hónapban még több virágzó növény színesíti az üvegházakat. Nyílnak az orchideák, beértek a narancsok, citromok, de még virágzó kaktuszt is talált stábunk. A kert hétfőtől péntekig minden nap látogatható. A Pécsi Tudományegyetem botanikus kertjében virágoznak a papagájvirágok, és olyan növények is, amelyek a legnagyobb napsütésben szoktak szirmot bontani. Ilyen például ez a ciklámerrózsa színmediterrán növény is. Ez magyarul murvafür, a latin neve az bougainvillea, ez egy futónövény, és az az érdekessége, hogy ami színes és díszít, az igazából egy fellevél, itt látszik is, hogy ez esetben rózsaszín, de fehértől a sötét bíborig minden színbe létezhet, és benne ez a kis csövecskés, ez a valódi virág. Nyílnak az orchideák, beértek a narancsok, citromok, de még virágzó kaktuszok is ékesítik az üvegházat. Még egy-két orchidea nyílik, illetve egyre több orchidea fog megint, ugye a hidegházi orchideák most kezdenek majd nyílni, és a kaktuszházban pedig az akáciafélék, az aluék, ezek mind most virágoznak, illetve teremnek a citrusfélék. A növények hétfőtől péntekig minden nap megtekinthetők a Pécsi Tudományegyetem botanikus kertjében. Friss a hír, hogy a Pécsi harmadik színház és a Kaposvári Csiky Gergely színház között egy úgynevezett együttműködés jön létre a jövőben. Ebben a témában vendégem Vince János, a Pécsi harmadik színház igazgatója, akit nagy szeretettel köszöntök.
Hogy kell értelmezni ezt az együttműködést, vagy közös munkát, mire alapozódik ez, miért jön létre egyáltalán, mi lesz ennek a hozadéka? Hát tulajdonképpen a Kaposvári Színház keresett meg bennünket. Azt hiszem, hogy valamennyire ismert és köztudott, hogy a Színház Kaposvárot ugye felújítás sorsa alatt áll, és hát nyilvánvaló, hogy nehézségekkel jár, mert egyáltalán nem tudnak a színház épületébe játszani, és egy új helyszínen, az Agora nevű kulturális intézményben, létesítményben működik a nagy színház is és a stúdió is, és úgy tudom, hogy kevés a stúdió előadásuk, mivel ugye a mi színházunk profiljában nagyon sok ilyen kistermi előadás van, az ő ötletük és gondolatuk volt az, hogy sürgősen vendégjátékra hívnak bennünket, amiből már két előadás a múlt héten megtörtént, a Bányavirággal és a Libusárral léptünk föl, amelyekkel mondanom, hogy óriási sikerrel, és hát úgy tűnik, hogy ennek lesz folytatása is, még ezek a darabok is játszásra kerülnek Kaposvárot, illetve hát nagy az érdeklődés a Piszkavas előadásunk után, ami ugyanebben a stúdióban nem fér bele, de már kitaláltuk, hogy a nagy színpadon leeresztett függöny mögött fogjuk játszani. Tulajdonképpen a megbízott igazgatóval, Fülöp Péterrel tárgyaltunk, illetve jobban mondva beszélgettünk a lehetőségekről. Ő nyitott lenne egy közös produkció iránt is, aztán az ő vendégjátékuk is szóba került, itt például a Bérces László rendezte Gát című produkció, aminek azért örülök, mert a Poszton versenyelőadásként szerepelt, és egy alkalommal. Úgy gondolom, hogy a pécsi közönség mindig örül a Kaposvári Színház vendégjátékának, hát az elkövetkező időszakban lehet, hogy több előadással is vendégszerepelnek a Pécsi Harmadik Színházban. Ez egy szerencsés kapcsolódás úgy tűnik a két társaság vagy társulat között, és a kaposvári közönség is eszi a pécsi művészek munkáját, ezek szerint sikert arattak. A Pécsi Harmadik Színházban is neveztető, hogy több premier van, több bemutató van, amit az igazgató úr rendez egyben. Ebben az évadban mi az, ami már egyrészt elindult, és mi az, ami még várható? Hát nem rég történt, tehát rég, tavaly, de december végén volt a Kulcskeresők című Őrkény darabnak a premierje, tehát ezen túl vagyunk. És hát lesz egy sör bemutatónk, amit a László Csaba fog rendezni, illetve később pedig én a Azsár regényből készült Előttem az élet című darabot, ami Budapesten a Rózsavölgyi Szalomba megy, és hát most érkezett meg a szerzői jogi engedélyünk Franciaországból, úgyhogy meg fog történni ennek a valamikor, ugye kultikus regény volt az Előttem az élet, ez az Azsár mű, és hát ennek a Rózsavölgyi Szalon által készített adaptációjára kaptunk engedélyt, és valamikor április tájékán lesz a bemutató. Még odév van, néhány hónap múlva lesz majd az idei poszt, de minden évben azért megtartják azt a bizonyos válogatót. Esetleg van olyan darab, amivel úgy gondolja a színház, hogy benevezne erre a történetre hát idén? Hát ugye most a posztnál egy új lebonyolítási rend van, és itt már előre kell a medve bőrére inni és jelentkezni. Mi nem nagyon szimpatizáltunk ezzel, mert ugye jó tudni, hogy milyen lesz az a produkció. Tehát, hogy mondjam, darab cím szerint kellett nevezni, visszalépni ugye lehet, de nevezési díjat fizetni kell. Hát mi a Kulcskeresőket neveztük. Én ugyan, ugye ezt mindig elmondom, hogy évek óta nem nagyon szívesen nevezek, de a munkatársaim, főleg ugye a menedzserek, azok mindig, hogy mondjam, hol a hátam mögött is lépnek, és ennek volt az a sikere, hogy tavaly ugye több díjat is kapott a Piszkavas, most azt mondták, hogy nevezünk a Kulcskeresőkkel, hát én a menedzser szemléletnek nagy pártolója vagyok idézőjelben, és ezért neveztünk. Még egy picit maradjunk a színháznak az ez évadi programjainál. Mennyire jellemző idén mondjuk a határon túli társulatokkal való kapcsolat jönnek, érkeznek, illetve a Pécsi Színház? Igen, hát már túl is vagyunk ezen. Novemberben vendégszerepelt nálunk az Újvidéki és a Szabadkai Színház közös produkcióval, a Piaf Marshall, ugye Mezei Kinga nagyszerű alakításával, tehát ezen túl vagyunk, illetve túl vagyunk egy nagyon-nagyon nagyszerű Máté Péter előadáson, a Pannonvár Színház vendégjátékán, és állunk ugye a Nézőművészeti Kft. Fajok eredete című produkciója előtt, tehát ez a három vendégjáték van az évad során, amelyekkel a bérletünkben is szerepelnek, illetve a két saját bemutatónk, a Kulcskeresők és az Előttem az élet. Vince János, köszönöm szépen, további sok sikert! Én is köszönöm!
A Magyar Távirat-Iroda sportszerkesztősége felkérésére a hazai szövetségek 1964 óta minden esztendőben eldöntik, kik a sportágukban az év legjobbjai. A PSN ZRT sportiskola aerobikosát, Bali Dánielt immár harmadszor választották sportága legjobbjának. A voksolás történetében az abszolút csúcstartó Portis Lajosak nagymester, aki 23-szor lett első, 1964 és 1994 között. Az idei győztesek közül a férfiaknál kiemelkedik a tájékozódási búvárúszó Balázs Péter, aki 12 alkalommal érdemelte ki az elismerést, valamint a sportlövőknél a 11-szer díjazott Sidi Péter. A nőknél Lénárt Ágota a számszeríjászat field kategóriájában a 13. évben lett a legjobb. Az év utolsó napján a PVSK negyedik alkalommal rendezte meg a családi napot és beigli futást. A közös mozgásra gyerekek és felnőttek is érkeztek, akik mintegy 3,5 kilométert futottak a Malomvölgyi tó körül. Futással zárták az évet a PVSK kosarasai, a legkisebbektől a legnagyobbakig minden csapatból érkeztek a közös mozgásra. Az U20-as fiúk a tavalyi szezonhoz hasonlóan idén is rendkívül jól szerepelnek a bajnokságban. Az U20-as bajnokságban való szereplésünkkel mondhatni maradéktalanul elégedett vagyok, hiszen az elsőjén állunk. Az az egy vereség, az végül is elfogadható, bár a mi hibánkból következett be. És az NB1B-s csapat szereplése is, hát mondhatni, hogy az elvárásoknak megfelelő, sőt, még lehet, hogy egy kicsit jobb is, mert ott ugye 6. helyen állunk, 5 győzelem, 5 vereség, úgyhogy a csasszi ugye sérült is volt most egy hónapig. Úgyhogy nélküle is nyertünk 3 mérkőzést. Sokszor elhangzott már, hogy a PVSK egy nagy család. A közös futással ezt is bizonyították az egyesület tagjai. A szakvezetés elégedett az őszi teljesítménnyel, és a cél, hogy a PVSK az ország egyik legjobb utánpótlás műhelye legyen. Ez a terembezárás, ez tényleg itt a fejünk fölött lebeg. Több csapatunkat elengedtünk, van akit Pilzenbe, van akit Budapestre, több korosztályt, és nagyon jó nemzetközi szintű tornákon vettek részt, sokat tanultunk belőle. A tapasztalatokat leszűrjük, és hát abból építkezünk tovább. De ez a beigli futás szeretne beékelődni az ősz és a tavaszi munka közé. Reméljük, hogy majd még lesz népszerűbb is, de nagyon-nagyon megdicsérem azokat, akik évről évre mínuszokban itt vannak, és teljesítik ezt a durván 3,5 kilométert. Itt ugye nem a táv és a sebesség a lényeg, hanem valóban ez az összetartozás érzés, vagy hogy ez a PVSK azért ez egy kicsit egyedülálló, nem lehet megkerülni. Az új év búcsúztató PVSK beigli futás és családi nap után a csapatok hétfőn már meg is kezdték az edzéseket, hiszen a legtöbb gárda január első hetében pályára lép. A Pécsi Sport Non-Profit ZRT a nagy érdeklődése való tekintettel januárban újabb korcsolya tanfolyamot indít kezdők és haladók részére. Az első foglalkozás január 16-án hétfőn 17 órakor lesz. A tanfolyam 5 héten át minden hétfőn és szerdán 17 óra és 18-15 között lesz. A képzés díja 10 000 forint, jelentkezni lehet az első foglalkozás napján 16 és 17 óra között a műjégpályán. Iradónk végén főbb híreink egy-egy mondatban. Áfacsökkentés. Olcsóbb lett az éttermi szolgáltatás. Virágzik a Pécsi Botanikus Kert. Trópusi növények télen. Futással zárták az évet a PVSK fiatal kosarasai. Önök a Pécs TV híradóját látták, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!